Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Rendkívüli közgyűlés. A következő 5 évre szóló gazdaságfejlesztési programról tárgyaltak a képviselők. Állampapír értékesítési pont. Sopronban új, akadálymentesített helyszínen várják az érdeklődőket. És ismét szabadon, a Nádasban engedték el az egy hónapja nyílpuskával meglőtt ludakat. A következő 5 évre szóló gazdaságfejlesztési program is szerepelt a keddi rendkívüli közgyűlés napirendjén. Ebben a jelenleg futó és jövőbeni beruházások is megtalálhatók, amelyek alakítják városunk mindennapjait. Dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere kifejtette, hogy a törvény kötelezi a közgyűléseket arra, hogy a megválasztásukat követő fél évben meg kell tárgyalniuk a gazdaságfejlesztési koncepciójukat. Mivel a fél év pontosan a pandémia kellős közepén járt le, most a rendkívüli közgyűlés alkalmával vették napirendre. A képviselők meghallgatták a soproni rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját a hatóság eredményeiről, valamint a közgyűlés napirendre vette második félidei munkarendjét is. Új helyszínen nyitotta meg soproni állampapír értékesítési pontját a Magyar Államkincstár. Az Állomás utcai kirendeltség frekventált helyen akadálymentesített belépéssel várja az ügyfeleket szerdánként 9 és délután 4 óra között. Az értékesítési pont korábban a főtéren működött, most pedig az Állomás utca 2-es szám alatt a vasútállomás szolgáltatóházában várja az érdeklődőket. Az ügyfelek várakozására a szomszédos kormányablakban van lehetőség. Az ügyfélszolgálat egy frekventált helyen lévő és akadálymentesített irodába költözött, amit az állampapírok iránti megnövekedett lakossági érdeklődés tett szükségessé, hangzott el a szerdai megnyitón. Ebben az utóbbi időben nagyon szépen föltört Győr-Moson Sopron megye. Korábban Hajdú-Bihar volt a meghatározó, most ők is megpróbálnak egy egészséges versenyben szerepelni. Ebben a versenyben nagyon jó eredményeket ér a Sopron, hiszen ez egy olyan értékesítési pont, amelyik az egyik legnagyobb forgalmat biztosítja, amit jól mutat az is, hogy a babakötvényhez tartozó startszámlanyításban kiemelkedő. A magyar kormány által elindított Magyar Állampapír Plusz program értékesítése mellett a népszerű babakötvénnyel kapcsolatos ügyintézésre is helyet biztosít az új iroda. Sopron önkormányzata egyszeri önkormányzati támogatás formájában a babakötvényhez kapcsolódó kincstári start értékpapír számlára történő átutalással járul hozzá a fiatalok életkezdéséhez. Minden egyes újszülöttnek mi 40 ezer forintot biztosítunk, ezzel is ösztönözve a lakosságot, illetve a friss szülőket arra, hogy a pénz mellé, amit az önkormányzat, illetve a kormány ad, amellé próbáljanak meg ők is egy kicsit takarékoskodni, hogy egy biztosabb, szebb jövőt tudjanak a gyermeküknek adni. Nekünk az a fontos, hogy ez a fajta megtakarítással a szülők ugye általában a gondoskodással, az anyagi megfontoltságban jutnak talán arra a következtetésre, hogy ezzel a segítséggel és az ő kiegészítéseikkel egy biztosabb, boldogabb jövőt tudnak biztosítani, nem csak a gyermeküknek, hanem ezáltal a saját maguknak is. Nekünk fontos itt Sopronban az, hogy minél több gyermek legyen, fontos az, hogy a családok boldogok legyenek, boldog soproni polgárokat szeretnénk, ehhez próbálunk mi ezzel a 40 ezer forintos segítséggel is hozzájárulni. A megnyitón a partnerek részéről dr. Kocsis Tünde, a Soproni Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, és Kövesdi Szilárd, a Gyesev ZRT vezérigazgatója is elismerését fejezte ki az új értékesítési ponttal kapcsolatban. A megyei államkincstári eredményeket Horváth Endre, a Magyar Államkincstár megyei igazgatója ismertette. Július 1-től újra a járványhelyzetet megelőző teljes nyitvatartási időben fogadják ügyfeleiket a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei ügyfélszolgálatai. Továbbra is fontos az óvintézkedések betartása, így az orrot és szájat is eltakaró textil vagy papírmaszk, esetleg sál, kendő viselése, valamint a várakozás ideje alatt megfelelő másfél-két méteres védőtávolság tartása. A várótermekben egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy a várakozók között a szükséges védőtávolság biztosítható legyen. Az elmúlt évek legpusztítóbb viharperiódusa volt az idei június. A zivatarokat néhol 100 km/órás széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérte.
A napokban Sopron térségéből nem érkezett bejelentés káresetekről, de mindenképpen érdemes figyelmet fordítani a megelőzésre. A vihar által okozott károk megelőzésében, csökkentésében segítségünkre lehet a pontos tájékozódás. Több weboldalon is figyelemmel kísérhetjük az időjárást. Találhatunk vihartérképeket is, illetve a Vész nevű applikáció segítségével kérhetünk értesítéseket az aktuális veszélyhelyzetről környezetünkben. A mai modern informatikai technikák során számos olyan internetes felület van, ahol láthatjuk ezeknek a viharoknak a radarképét vagy az érkezését, illetve az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapjáról letölthető egy Vész nevű mobil alkalmazás, amely nem csak a viharkárokat jelöli előre, hanem minden olyan eseményt, ami a területünkön történik, ami lehet akár közlekedési baleset, vagy komolyabb tűzeset is. Ha már tudjuk, hol és milyen veszélyekre számíthatunk, megtehetjük a szükséges óvintézkedéseket. Alapvetően három meteorológiai jelenségre fordítsunk figyelmet. Ezek a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadék, az erős szél, illetve a villámcsapás. Esővel és erős széllel érkeznek ezek a viharok. Általában ezeknek az előrejelzését is a hírekben, időjárás előrejelzésekben hallhatjuk. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan tárgy, amit a szél elvihet, eldőlhet, odébb tehet, azokat jó olyan helyre elhelyezni, ahol nem éri őket a szélhatás, vagy pedig le kell őket rögzíteni, legyen ez akár az udvaron, a melléképület mellett, vagy éppen az erkélyünkön lévő dolog. Arra is gondolni kell, hogy ha esetleg fás környezetben vagyunk, hogy a fákat időben meg lehet nyesni, a szárazágakat el lehet távolítani, ez mindenféleképpen kérünk szakembernek a segítségét. Ugyan a vihar ellen érdemben nem lehet védekezni, csökkenthetjük a káreseteket. A Vész alkalmazás használata mellett érdemes felkeresni a katasztrófavédelem.hu oldalt is, ahol mindig aktuális információkat oszt meg a szervezet. Lecserélte a baleset megelőzési célzattal készített óriás plakátjait a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a 85-ös számú főúton. Korábban több helyszínen helyeztek ki figyelemfelhívó hirdetményeket, amelyeknek megújítása az időjárás viszontagságai miatt szükségessé vált. A rendőrök az új felületeken feltűnőbb színekkel igyekeztek felhívni a sofőrök figyelmét az alapvető szabályokra, köztük a sebességhatárok betartására, illetve a passzív biztonsági eszközök használatára. Visszakapták szabadságukat a nyílpuskával meglőtt nyári ludak. A Fertőtó nádasában megsebesített állatok egy helyi önkéntes madármentőhöz kerültek, aki több hét ápolás után érezte azt, hogy képesek újra visszatérni a madarak megszokott élőhelyükre. A madármentő munkáját a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársai is segítették. Lakossági bejelentés alapján találtak rá már több mint egy hónapja két meglőtt vadludra a Fertőtó nádasában. A megsérült állatokat Bodnár Ágota vette magához. Bár nem egy családból származnak a madarak, közösen sokkal gyorsabban ment a felépülésük. A több hetes kezelés után a Nemzeti Park munkatársai is segítettek, hogy visszajuthassanak természetes élőhelyükre a gyógyult madarak. Hát, ha engednéd, igen, nagyon rendes vagy. De amúgy annyira nem tartja furán a szárnya. A madarak teljes felépülése a természetben fog befejeződni. A kérdés csupán az, hogy a szárnyán sérült lúd hogy bírja majd a téli vándorutat. Ezt azonban a gyűrűk és jeladók segítségével tudják majd figyelni. Kapott egy jelölő gyűrűt, ami a lábán van, illetve egy jeladót, amivel nyomon tudjuk követni, hogy hova megy, hol fogja a telet tölteni, kivel áll párba, hány fiókája lesz, és ezt bármikor le tudjuk olvasni a jövőbe. A szakemberek szerint a madarak hamar vissza fognak illeszkedni a megszokott életükbe, nem kötődnek az őket megmentőkhöz, sokkal inkább vágynak vissza saját családjukhoz. Ilyenkor, amikor nincs más ismerős, akkor nyilván egymásra vannak utalva, de ha visszatalálnak a saját családjukhoz, akkor úgy, hogy elfoglalják el őket majd a csapatba. Ugye csak azt látjuk, hogy egy nagy liba csapat, de pont erőlt madarak, tudjuk, hogy ezeknek meghatározott struktúrájuk van, ismerik egymást, ugyanazok a madarak, ugyanazokban a csapatokban vannak hosszú-hosszú időn keresztül. A védtelen madarakra lövő orvadász ügyében a Fertőhanság Nemzeti Park feljelentést tett, azonban az elkövetőt még nem sikerült kézre keríteni.
nagyszabású táborban fejleszthetik tudásukat a BMX-esek Sopronban. A BMX Sopron Sport Egyesülete által szervezett héten az ország több pontjáról is érkeztek tehetséges fiatalok. A felkészülésre nagy szükség van, hiszen itt rendezik a közeljövőben az országos bajnokságot. Szállításnál cukló, csípő, hát... Az edzők instrukcióit hallgatják a lelkes fiatalok a táborban. A résztvevők napi két edzéssel készülnek a közergő országos bajnokságra. Fontos versenyelemeket, például a rajtot is rendszeresen gyakorolják. Érdemes minél jobban megismerni a soproni pálya sajátosságait a helyieknek, hiszen ez a pálya ad otthont az idei nemzeti bajnokságnak, árult el Vince Gergely, az egyesület edzője. A BMX pályában rendkívül nagy előny a hazai pálya, és itt Sopronban olyan 35 gyerek jár rendszeresen edzésre, így elképesztően jók az esélyek mondjuk arra, hogy több dobogós helyezést érjenek el a soproni versenyzők. A felkészülés ugye alapvetően minden héten zajlik, folyamatos edzésekkel, plusz ilyenkor a nyári szünetbe edzőtáborokkal, majd az őszi szünetbe edzőtábor. Tavaszi szünetbe is lett volna, de sajnos a vírus miatt azokat el kellett halasztani. Az egyesületben több korcsoportban képességszintek szerint edzenek, így mindenkinek megvan a lehetősége a fejlődésre. 4 órakor kezdjük a legkisebbekkel, ott vannak lögdöső biciklik, tehát akik még nem is tudnak körbe menni a pályán, annyira picik, ezek körülbelül olyan 2 éves kortól 4-5 éves korig vannak. Ez az első csoport, van a középső csoportunk, az úgy néz ki, aki már lehet, hogy még mindig 5 éves, viszont már tud annyira biciklizni, hogy mondjuk 10 kör tud menni egy edzésen a pályán. Ezt ugye én szakmailag én ítélem meg, hogy melyik gyerek tartozik ebbe a csoportba. Ez a középső csoport. És akkor van a legnagyobb, tehát a legidősebb korcsoportunk, akik már régebb óta járnak, tudnak ugratni, egykerekezni, lógatni, különböző technikákat. Azoknak meg már külön van az utolsó edzés. Az nyilván az a leghosszabb, az a legnehezebb, legmegterhelőbb, de szeretik a gyerekek szerencsére. A versenyzők remélik, kitart a lendület a július 25-i országos bajnokságra, valamint a másnapi Magyar Kupára. Vince Gergely nem csak trénerként, hanem versenyzőként is készül. Számára szeptemberben az Európa Kupával indul a szezon. Most pedig mutatjuk, milyen időjárás várható, majd a Soproni Múzeum kiállító helyeit bemutató filmekkel és az Egy nap a világ című magazinnal várjuk Önöket. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. További híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Csütörtökön már erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, így a napos időszakok mellett kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 29-32 fokot mérhetünk. Pénteken egy hidegfront miatt a napos időszakokat ismét több felé zavarhatják meg záporok, zivatarok. A térségben feltámad az északnyugatira forduló szél, délután 22-25 fokot mérhetünk. Hétvégén változó, felhős idő várható.